Általános edzettség, speciális edzettség. Tehát a speciális színvonala nőjön magának az edzés munkának. Sporttudomány és azon belül az élsport egy hihetetlen dinamikusan fejlődő terület. Ezért is nagyon jók ezek a kis továbbképzések, és beszélgetünk együtt az edzőkkel arról, hogy hova is kellene eljutnunk, milyen új edzésmódszerek, milyen edzéseszközök jelennek meg napi szinten a leírtakban, a sporttudományban, összefoglaltakban, mert mindig az a jó megközelítés, hogy aki nem halad, az lemarad. Háborút kell vívnom minden egyes támadásnál, védekezésnél. Tehát muszáj, hogy így legyen, ugye? Muszáj. Tökéletes. Most az oldalsó láncot dolgoztattam. A mai napnak az volt az egyik célkitűzése, hogy abszolút szermentesen, tau-mentesen próbáljunk meg olyan gyakorlatokat mutatni az edző kollégáknak, amiben az egyszerű harmonikus mozgást tudják a gyerekek elsajátítani. Ez alatt a guggolást, egy fekvőtámaszt, egy egészséges hasizom gyakorlatot tudjanak elsajátítani, és ehhez ne kelljen semmilyen külső eszközt bevetniük.